Hölgyeim és uram, egy nagy-nagy tapsot kérnék a versenyzőknek. Köszönöm szépen. Alkalmi viseletben láthattuk a harmadik és egyen utolsó körben a Miss Hungary 2011 döntős hölgyeit. Megkérném a zsűrit, hogy vonuljon ki, hiszen megvannak a végeredmények. Most már csak összegezni kell. A tini kategóriának ez szó szerint a végeredménye. A felnőtt kategóriában pedig ez az eredménye lehetőséget jelent öt hölgynek, hogy a nagy fináléban részt vegyenek a koronáért járó harcban és csatában, és mellé csatlakozik hatodikként majd a közönség díjas, a közönség által legszebbnek ítélt hölgy. Erre már nem kell sokat várni, de most nincs szünet, csak a zsűrit megvárjuk, még kivonul, hiszen jön néhány produkció. Lesznek meglepetés produkciók, hiszen a kedves közönség jól figyelt a versenyzők között az első körben, amikor bemutattam őket. Elmondtam, van, aki színészkedik, énekel, van, aki hastáncol, és egy-egy kis bemutatót hoztak nekünk a tudásukból ma estére, hogy szórakoztassanak minket addig, amíg a végeredmény megkapom, és az eredmény hirdetés elkezdődhet.